Glory, glory, Tottenham Hotspur. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Glory, glory, Tottenham Hotspur. And the Spurs go manchain on. Na, hát így kellett kezdeni a másik epizódot. Üdvözlöm mindenkit. Srácok, elérkeztünk a második részhez, melyben igazán nagy ragadókat fog majd a csapat vívni. Játszunk majd a Barcelonával, a Bayernnel és az Atletico Madriddal és az előszezon csoport küzdelmeiben. Hogyha esetleg nem sikerülne tovább jutni a csoportból, akkor ugye csak ez a három meccs lesz nyáron. De hát minden bizonnyal azért nagy nehezen kiküzdködjünk majd a továbbjutást, ugye legendás nehézségen játszunk. És ugye az első részben még megpróbáltuk elhozni, egyébként Lamelláért futott be egy ajánlat, ezen nagyon sokat gondolkodtam, a Róma vinné Lamellát, és egyébként, ha jól tudom, jól emlékszem vissza, akkor Lamella ugye pont a Rómába igazolt annak idején Tottenhambe, és srácok, én tényleg nagyon elgondolkodtam ezen az ügyleten, mivel Lamellának gyakorlatilag nem lenne semmilyen szerepe ebben a klubban. Lamella igaz, hogy még csak 25 esztendős, Sissoko idősebb, de azon is elgondolkodtam, hogy Sissoko viszont gyakorlatilag sokkal több poszton bevethető. Viszont hogyha elengednénk Lamellát, akkor tudnánk hozni mondjuk egy Lucas Moura-t, akire én gondoltam, és Lucas az tényleg nagyon jó kis játékos lenne, de már azon is elgondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha tényleg csak egy csatáros hadrendben játszanék, és akkor nem kéne ugye leigazolni a Bakambut, lenne egy CF-es hadrendet akartam megpróbálni, ezt egyébként. De még várjatok, ez végig kell egyszer agyalni, srácok, mert ugye úgy kéne megoldani Defending Midfielder, hogyha ezt próbálnám mondjuk, most mondjuk ugye 4-4-2, mert ha ezt próbálnánk, akkor Kane lenne itt, Eriksen irányítana, kimenne a bal szélre Son, jobb szélre Mahrez, Dembélé középen, Ali és Eriksen helyet cserélne, és akkor gyakorlatilag így is fel lehetne állni a meccsekre, és így gyakorlatilag mindenkinek megnéznénk, vagy hát mindenkinek lenne ugye társa, de hát Kane mögé így is úgy is kell egy csatárt igazolni majd, úgyhogy mindenféleképpen fog érkezni a Bakambu, de az a nagy alok, hogy melyik hadrend lesz igazából a standard, de a védelmen nem fogunk változtatni, ez úgy tökéletes, ahogy van Jorisszal együtt. A középpályán nagy alok még nagyon sokat, hogy milyen összetételbe kéne játszani, nem tudom, egyelőre az első meccsnek így fogunk neki menni ezzel a kezdővel egyébként. Jelenlegi lehető legerősebb kezdőcsapat találunk ki a Barcelona ellen, ahol valószínűleg lesznek majd rotálások. És akkor még egyszer megnézzük Cédric Bakambut, de még nem tudunk lépni az ő ügyében, úgyhogy majd csak a rész későbbi szakaszában. Talán a rész vége fele már lesz valami abból az ügyből, szóval egyelőre csak egy Harry Kane az, aki csatár a csapatban, illetve Sont is oda lehet tenni szükség esetén. Úgyhogy én azt mondom, uraim, hogy vágjunk bele az első mérkőzésünkbe, Tottenham Hotspur, FC Barcelona. Hát nem tudom, hogy a kotálok milyen mezbe jöjjenek. Jöjjenek a standard hazai mezőkbe, vagy jöjjenek ebbe a kékbe? Jöjjenek a standard hazai mezőkben, én azt mondom, legendás nehézségen fogunk játszani. Tehát akkor Kane, Alisson, Eriksen, Dembele, Mahrez, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose és Lloris. Mondom egyszer, én Lucas Moura-n még mindig agyalok. Son az tökéletes, és hogyha ebbe a hadrendbe játszanak, akkor viszont maradhatna egy Lamella, és ő lenne a bal oldalon ugye a váltó ember. Meglátjuk. Hát Harrison meg fogod kapni ma a lehetőséget, igaz, hogy statisztikák alapján egy nagyon gyönge játékos vagy, de ma megkapod a lehetőséget. Jó, uraim, ezzel a kelettel akkor nekivágunk a Barcelona meccsen, még egy védőt azért. Ja, jó, megvannak a védőink. Jó van, akkor védőt nem kell hozni. Itt lesz egy Vaniama, még a kispadon, mindenki el fogja a kispadon lévők között kapni a lehetőséget. Szerintem kapust is fogunk majd cserélni, de ezzel a kezdővel futunk ki az első félidőre. Annyit állítani még mindenféleképpen, hogy summer időszak, tehát nyáron játszunk, és legyen clear időszak. Egyébként a StubHub Center stadionban játszunk, hogyha minden ez így van, tehát a Los Angeles Galaxy stadionjából Tottenham Barcelona hamarosan. Sajnos a kezdőcsapatokat nem tudtam nektek megmutatni, mivel elszkippeltem a dolgokat, de hát a mi kezdőnket ugye láthattátok, itt van még egyszer. Itt pedig az ellenfél Barcelona hadrendje, ahol Silesen, ugye Yari Mina ott van már a védelem közepén. Ugye az update-nek köszönhetően már bekerült a Barcelona keretébe, akárcsak ugye Coutinho egyébként. Ott van Umtiti, Nelson, Semedo, Alba, Busquets, Mascherano, ugye Silesen véd, Dembélé és Dölöfő a két szélen, Suárez és Paco Alcácer elől. Úgyhogy jó kis mérkőzés elébe nézzünk, hadd szóljon, szól akkor hajrá Tottenham, és akkor let's go Spurs! Gyakorlatilag nem tévedés, tényleg több mint 10 perc eltelik a mérkőzésből komolyabb esemény nélkül, mikor a Tottenham dédelgeti a labdát, és hát
és hát nem sikerül kapura fordulni, nem volt eddig különösebben nagy helyzet egyébként a mérkőzésen, egyik kapu sem forog veszélyben, mindkét csapat birtokolgatja a labdát, most éppen a Tetenem támad, miközben ott egy lövőhelyzet, Eriksen! És védeni tud Ter Stegen. Szélen indul meg a Tetenem, Kane hozza befele már a labdát, és hát Mina megszerzi. Srácok, a statisztika nem hazudtolja azért meg önmagát. 20 perc játék után csupán egy-egy lövés mindkét oldalon. Luis Suarez lövését el is felejtettem megmutatni nektek még az elején, az kimaradt. Nem volt egy nagy helyzet egyébként. Eddig eseménytelen a meccs. Bízunk a fordulatban. Miközben egy óriási lehetőség előtt voltak a londoniak. Itt látható egy gyönyörű támadás. Ali sarkozott egyet, aztán ugye Harry Kane továbbítson, egy lövőcselt mutat be, melynek végén a 30. percben sajnos a Barcelona ennek az akciónak a végén Luis Suarez góljával megszerzi a vezetést. Gyakorlatilag csak és kizárólag a mi hibánk volt ez, ugyanis nagyon üresen hagytuk az urugvái támadót, aki így tisztán lőhetett a kapuba. Az urugvái góljával, tehát a 30. percben 0-1. Reméljük, hogy ez a gól nem fogja majd kedvünket szegni, mert úgy érzem, hogy eddig jobbak vagyunk. Gólt kell szerezni minden áron. Uraim, sajnos nagyon-nagyon keveset kell várni a Barcelona második találatára. Itt még mi nézett ki úgy, hogy támadást tudunk indítani, de aztán itt egy elhibázott passz után a Barcelona megindul. Suarez, Delefu, vagy bocsánat, Alcácer, Mascherano, Suarez, Dembele vissza, Suarez 0-2 teljesen. Erre sajnos nagyon nem tudok mit mondani, 35 perc elteltével, Spurs FC Barcelona 0-2, Suarez két gólnál tart. Fél időben Tatanem Hotspur, Barcelona 0-2, Suarez a két gól szerzője. Bayern Atletico Madrid 1-0, Los Angeles Galaxy San Lorenzo 1-0, Whitecaps Paris Saint-Germain 0-1, ezek a fél idő eredményei. Szongoljával a 59. percben szépít a Tatanem. 1-2, egy nagyon szép gól. Szom feltolás a centerben nagyon jó ötlet volt, itt látható az akció egyébként Kane Umtitivel és Jari Minával küzd meg, aztán ott a továbbított labda, hogyha minden az Dele Alli-tól és Son talál a kapuba, megnézhetjük. Elsőre egy kicsit talán lesgyanúsnak tűnhetett az akció. Nem tudom sajnos a labda elrúgásán pillanatát mutatni, hát ez egyértelmű les. Hát be Umtiti, talán az lehetett, hogy Umtiti beleért a labdába, én nem tudom uraim. Igen, ez Umtiti lábáról pattan a labda Jumin Songhoz, Sonhoz, bocsánat, és így Sonnak a gólja. Az gyakorlatilag, hogyha úgy tetszik, így van, ezt az assziszot Harry Kane-nek húzza be. Most mi? Én ezt nem értem, hogy jött össze. Egyébként a fél időben Ousmane Dembélé helyett följött Leo Messi. Megyünk tovább, 1-2, innen lenne szép nyerni. Egyébként néhány poszton mi is változtatunk, Dembélé helyett fölküldöm a pályára Wanyamát. A védelem jobb oldalára fölküldöm Davis Torié helyére, illetve érkezik egy Erik Lamela is Riyad Mahrez helyett. Ott az egyenlítés a 66. percben Harry Kane góljával egalizál a Tottenham. A 66. percben Harry Kane góljával egyenlíteni tud a Tottenham. Ott pedig a cseréink, ugye? Hárman hagyják el. Nos uraim, a 66. percben végül Harry Kane góljával ennek a formációnak köszönhetően egyenlít a Tetenem, sokkal jobban megy a 4-1-2-1-2-ben a játék, mindenféleképpen így fogunk majd játszani a szezon során. Son adta, hogyha minden az a gólpaszt, így van, Kane és Son teljes mértékben kiszolgálják egymást, itt pedig már az egyenlítő gól látható, Kane megiramodik és kapuba lövi a labdát, hát elnézést kérek a laggokért. Sajnos ezek még egy pár részen át fönn fognak maradni, ezért is inkább a replayben mutatom a dolgokat, amíg nem érkezik meg az új ramom, ami egyébként hamarosan tél megrendelésre kerül. Itt már egyértelmű, hogy nem volt les helyzet, addig ilyen lesz, de amint meg lesz a 8 giga ram, minden oké lesz, szóval mindenki nyugi, így is megoldjuk valahogy. A lényeg, hogy a 66. percben megvan az egyenlítés. A 70. percben lépve a Barcelona Paco Alcácer révén egy óriási helyzetet puskáz el, ebben több volt, a lövés nem volt rossz, csak pontatlan volt, miközben cseréltek a katalánok és Mascherano helyére érkezett Iniesta. Egyébként én úgy veszem észre, hogy a Barca másik fél időben jóval gyengébb lett, az az érdekes, hogy Messi pályára lépése óta meggyengültek a katalánok, na mindegy, előfordul, mi is változtatunk még, jön például Kovalenko a Dele Alli helyett, Harrisont becseréljük Son helyett,
vagyis hát ezt a cserét inkább nem lépnem meg, Alderweireld helyett jön Dyer, és akkor Form és Harrison nem valószínű, hogy pályára lép ezen a meccsen. Nézzük tovább. 88. percbe érünk már, mikor Kovalenko indít meg egy támadást a hazaiak részéről, jön Kane, Son, aztán Kane vezetgéli, majd meglátja Sont, aki nagyon szépen indul, meg itt vissza akartam húzni a labdát és lepasszolni Kovalenkónak, amikor történt egy érdekes eset. Hát szerintem itt Jordi Alba mindent elrugott, csak a labdát nem első körben. Nem tudom, hogy ki mit gondol erről, megnézhetjük igazából másik kameraállásból is. Ez mondjuk teljesen jó lesz. Hát nézzük akkor ebből a szögből, jön Son. Itt nyomok egy print screen-t egyébként, szóval jön Son. Hát, nem tudom, mindenki döntse el magának, hogy ez szabálytalan volt, vagy nem, a bíró szerint Jordi Alba szabályosan szerelt. Így hát marad a 2-2. A Barcelona óriási szerencsével fogja ezt a meccset befejezni, megint a tete nem jött, Kovalenko nagyon jól látja meg a Sont, aztán Son, Kovalenko, Umtitit beültettük a ringispírbe, és végül Iniesta blokkol az utolsó pillanatban. És tényleg, mintha egy láthatatlan fal óvná a Barcelona kapuját, megint Kovalenko, megint Son, Son lő, ugye itt még blokkolni tudtak, ez volt még az előző szitu, aztán megint mi támadhattunk ki igazából, és jobb Külivel küldte már meg Kane, de ebbe is beleblokkolnak valahogy. 90 perc, szöglet jön. Véget ért a mérkőzés. Tottenham Hotspur Barcelona 2-2. 0-2-ről tudtunk fölállni, ami mindenféleképpen pozitívum, és én úgy gondolom, hogy megérdemeltük volna a győzelmet is. De a győzelem sajnos nem jön össze, a végeredmény 2-2. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a 2-2 mindenféleképpen egy pozitív eredmény, azért egy Barcelona ellen labdabirtoklásban is partner volt egymással a két csapat, és gyakorlatilag tényleg teljes mértékben kiegyenlített volt a mérkőzés. Sont választották a szakértők a mérkőzés emberévé, megérdemelte úgy gondolom Son, nagyon jó lesz ez a csatárdó ott elől, nem biztos, hogy így érkezni fog Bakambu, meglátjuk, hogy mint lesz, hogy lesz. Uraim, szeretném bemutatni az előszezon csoportkörének első fordulójának eredményeit. Bayern München, Atletico Madrid 2-1, Los Angeles Galaxy, San Lorenzo 1-1, Tottenham Barcelona 2-2 és Whitecaps Paris Saint-Germain 0-2. A második körben Atletico Madrid Barcelona, Bayern Tottenham, Paris San Lorenzo és Whitecaps Los Angeles Galaxy. Jöhet tehát a Bayern. Nos, uraim, egyéb iránt szeretném mindenkinek megmutatni, hogy az Erik Lamelaért benyújtott átírás ajánlatot a Róma részéről el fogom utasítani, nem is tudom, hogy minek jöttem be ide a tárgyalásokba, hát 75 millióért engedném el, annyit nem adnám meg érte úgysem, úgyhogy így van. Ez az átigazolás most már hivatalos, Lamela nem megy sehova. És akkor tehát jöhet a Bayern München elleni szuperrangadó. Nézzük, hogy mire megyünk ezúttal, kék mezben, vagy nem? Nem, legyünk lilában, nézzük, hogy mit tud az a Bayern. Első meccsen több játékosomnak is tetszett a játéka, így változtatok a kezdőcsapat összetételének picit, mivel előszezon tesztelgetjük a játékosainkat. A kapuban ezúttal a Form kap majd lehetőséget, Alderweireld, Dyer, Davis és Aurier alkotja majd a védelmet, aztán védekező középpályás pozíciójában Wanyama, irányítót ezúttal Eriksen fog játszani, a két szélen Lamela, illetve Mahrez, elől pedig Harry Kane és Son, meglátjuk, hogy mit tudunk, jöjjön a mérkőzés. Uraim, én azt mondom, hogy tekintsük meg a bajorok hadrendjét, Starke, Boateng, Süle, Kimmich, Alaba, Vidal, Martínez, Dorsch, Coman, Pantovic és Müller. Ezzel szemben ugye a mi kezdőcsapatunk Form védi a kaput, aztán védelmi jobb oldalán ott van Aurier, Alderweireld, Dyer, Davis, Wanyama, Mahrez, Eriksen, Lamela, Son és Kane. Egyértelműen kijelenthető tehát, hogy sokkal nagyobb rotálással játszanak a bajorok, de azért nálunk is jó néhány változtatás az első mérkőzéshez képest. Nincs például Dele Alli. Meglátjuk, hogy mit tudunk. Bayern München, Tottenham elkezdődött. Glory, glory, Tottenham. Nos, uraim, szerintem voltak változások a kezdőcsapatban itt is, ott is, ugyanis az előző képsor után történt egy kis baki, ugyanis hát nagyon elálmosodtam és bealudtam sajnos a délután folyamán, így ezt a videót csak késő este fogjátok ma látni, aki még ma megnézi pénteken. Minden esetre akkor itt van a Bayern München hadrendje, Starke, Boateng, Süle, Kimmich, Alaba, Vidal, Martinez, Dorsch, Kingsley Coman, Pantovic és Thomas Müller, ez így is egy nagyon rotál csapat. Itt pedig a mi hadrendünk, ami szintén változott, a védelem teljesen kicserülődött például ugye a kapussal együtt. Így a kapuban Form, a védelemben Dyer és Davinson Sánchez, aztán a két szélen Trippier és Davis,
középpályán van, ilyen Mahrez, Lamela, Eriksen, a két csatár pedig Kane és Son. Ugye Eriksen, Kane, Son és Riyad Mahrez az, akik az előző mérkőzésről is benn maradt a kezdőbe, tehát 11-ből 7 poszton változtattunk, lássuk, hogy így mire megyünk. Glory, glory, tehát nem Hotspur, a Bayern kezd. A mérkőzés első helyzetére nem kellett sokat várnunk, egy taktikai fault után Arturo Vidal kerül szabadrúgás elé, és hát a chilei bizony meg is kínálta Michel formkapust, aki könnyedén hárította ezt a lövést. És meg is van a vezetés, a 7. percben Harry Kane gólja révén vezetés szerez a Tottenham Hotspur. És hát Harry Kane nagyon okos gólt szerez, igazából Lamela volt a gól főszereplője, Kane pedig közelről csak bebelsőzi a labdát. Egy nagyon szép gól, melynek köszönhetően vezet a Tottenham. 0-1, tehát 7. perc, Kane a második gólját szerzi a tornán. A 14. percben Eric Dier faltja után egalizálhat a Bayern. Ugyanis ez egy nagyon ostoba falt volt, teljesen felesleges megmozdulás, nem volt ez egy túlzottan ígéretes akció. Itt látható Dier bizony oda pöcköl Müllernek, jogosan járt át a büntető, mely mögé a Bayern München 23-as játékosa Arturo Vidal áll. Vidal és Form fog tehát összecsapni rövidesen, 14. perc, Vidal beveri, nem veri be, kapufa, annyira bedroppoltunk, hogy ezt sem tudtam mondani, Vidal kihagyja, marad az 1-0. A mérkőzés 23. percéig kell várni a következő helyzetre, melyet a Tottenham alakít ki. Hát Kane és Eriksen passzolgat, aztán visszakerül a labda Wanyamához, Eriksen visszakapja, megpróbálkozik egy lövéssel, és hát megmondom őszintén, itt az első blikre nekem kezelésnek tűnt, hát nem tudom, érdekes volt, Boateng szerintem blokkolt, Tom Starke fogja meg a labdát, tartsuk tiszteletben a sporék döntését. Kap bizony egy 11-est a Tottenham Hotspur csapata. Teljesen jogos az ítélet, Niklas Süle volt szabálytalan, Wanyama az, aki ott reklamál. Harryként egyértelműen fölvágta Süle, mindjárt visszanézzük a teljes szitut a 11-es előtt. Amit egyébként, srácok, mindenképpen meg kell mutatnom nektek a 11-es előtti teljes szitut, mivel hogyha ebből gólt szerez a Tottenham, akkor szerintem az előszezon legszebb gólja lett volna. Itt egy szerelés ugye Wanyamaék összehozzák ott hátul, aztán megindul a csapat. Paff egy lövőcsel, előre, Eriksen, Son, hátra, visszaszonnak, Eriksen, Kane, Son, Lamela, nagyon gyönyörűen játszották ki a fiúk egyébként, aztán Lamela meglátja a középen érkező Harryként, aki szintén tovább tenné, de lefoltolják, így jár az egyértelmű 11-es, nézzük, hogy sikerül-e bevágni. Szóval Harrykane versus Tom Starke, nézzük, hogy mi lesz ebből, Kane erősen küldi meg, jobb oldal, úgy van, 0-2, glory, glory, tehát nem Hotspur. Ez az, vamos! Megvan. 0-2. Kane gyönyörűen értékesíti a büntetőt, ez egy hibátlan csillagos 5-ös 11-es, nagyon nehéz lett volna hárítani. És bizony a közönség ugye skandál és hogy glory glory Tottenham Hotspur and the Spurs go munching on. Így is van, Kane harmadik gólja már a tornán. Nagyszerűen teljesít az angol csatár. 0-2. És akkor véget ért az előszezon csoportkör ilyen másik mérkőzésén az első félidő. Nem történt már több említésre méltó helyzet az első 45 percben. Így az eredmény... Több említésre méltó helyzet igazából már nem történt az első félidőben, így Bayern Spurs 0-2. Az FPS szám már jóval kevésbé rakoncátlankodik így, mint az első mérkőzésen. Sikerült pár beállítással orvosolni egy-két problémát. Egyébként Atlético Madrid Barcelona 1-1, az a lehető legjobb eredmény nekünk. Paris Saint-Germain San Lorenzo 0-0 és Whitecaps Los Angeles Galaxy 1-1 szünetben, tehát Bayern Tottenham 0-2. Jelen pillanatban mi vagyunk a csoport elsők. A második félidő első helyzetére nem kell sokat várni, ismét a Tottenham került helyzetbe.
Trippier irramodik meg a jobb szélen, bepasszolja a labdát az érkező társnak, Harry Kane-nek, ő megpróbálja elcsavarni a rövidre, de a veterán Tom Starke helyén volt, így jöhet a szöglet. Gól! A szöglet után Viktor Wanyama csúsztott a kapuba, és szerintem ezzel a góllal a Tottenham lezárta. Nagyon szép csúsztatás volt Wanyama részéről. Érkezik a szöglet Eriksentől, csillagos ötös a betekert labda, és érkezik Viktor Wanyama. Starke tehetetlen, ez egy bivaly erős fejes. 0-3. Nagyon-nagyon jó az a Tottenham most. Gyönyörű. Én is tapsolok. Wanyama. Nagyon jó húzás volt ez a srác. És akkor néhány változtatás lesz a csapatban, srácok, a következő játék megállásnál, tehát hogyha dobás lesz vagy valami. Megmondom őszintén, ezt a védelmet, ami igazából papíron jóval gyengébb, mint a másik, sokkal jobban preferálom eddig, sokkal stabilabbnak érzem ezt a négyest, és form sem okoz eddig csalódást, igaz sok dolga nem volt. Lamela lesz az első, akit lecserélek. Hát úgy kéne ezt megoldani valahogy, Konopliánkát nem tudjuk kitenni a szélre, úgyhogy Eriksen lesz az, aki kimegy a jobb szélre, Mahrez átmegy a bal oldalra, Lamela helyett érkezik Kovalenko, Dele Alit fölküldeném valahova, de hát egyelőre nincs túl sok lehetősége erre sajnos, de megoldhatnánk úgy, igazából Wanyamát nem akarom még lecserélni, de Delének mindenképpen megadnám már a lehetőséget, úgyhogy Eriksent hozzuk szerintem valahogyan le, megoldjuk, legyen mondjuk ez a hadrend, és akkor Son kimegy ide, Eriksen marad a jobb oldalon, pontosabban Sont betoljuk, mondjuk legyen így, nem, Sont is lecseréljük, vagy inkább Mahrezt, legyen Mahrez, az aki lejön, Mahrez helyett akkor följön Dembele, és akkor jön még egy Dele Alli és a csapatra, vagy csapatba, bocsánat, Dembele akkor egyelőre nem jön, ezt a két húzást, két cserét meghúzzuk, úgymond. Danny Rose, hát egyelőre többet nem cserélünk. És bizony a cserék előtt a Tottenham még egy helyzetet kialakított, jóval előbb kezdődték, mint a támadás, de innen mutatom nektek, Mahrez nagyon veszélyesen csavart befele, igazán jók Mahrez beadásai, Harry Kane fejét találja meg ez a beadás, és végül valaki megpattan, így szöglet lesz, miközben mindkét csapat cserélt. Nálunk ugye láthattátok, hogy kik léptek pályára, megnézzük az ellenfélnél a változtatást, egyébként Eriksen eddig jól játszik, akár csak Harry Kane, túl olyan Dorsch ment le, érkezett a helyére. Ki érkezett a Bayernbe? Thiago talán? Thiago érkezett valószínűleg. Közben egy csere a Bayernnél, Alaba le, Bernat fel. Érdekes húzás, hát Bernat igazából a csere bal hátvédjük, de ezért 0-3-as hátránynál balbacket cserélni, na mindegy. Úgy érzem ez a helyzetecske már csak azért is belefér ennek a mérkőzésnek az összefoglalójába, mert a Bayern München B valami katasztrófa gyengén muzsikál ez a meccse, hát ezzel csapott a Bayern sem hiszem, hogy többször pályára lépne a szezonba. Óriásit hibáztam formal igazából, egy kicsit már elbambultam, így kipasszoltam a labdát, melyre lecsapott Arturo Vidal, és egy hongya gyenge lövés. Hát uraim, nem azért a 2 forintért egy megyei 8-as játékos ennél nagyobb erővel, sőt nagyanyám strandpapucsba szerintem ezt keményebben megküldte volna. Hát Vidal, eléggé lagymatag lövés, 0-3. Úgy is érezhetné az ember, hogy most már cukkolom az ellenfelet, illetve majom parádézok, megint egy eladott labda, Form dobja ki, lecsap rá, Müller, hát ez is csúnyán mellé megy. Egyébként egy csere történt a Bayernnél, Arturo Vidal helyett egy bizonyos Wagner lépett pályára. A Bayern védelem nagyon-nagyon kinyílt a végére, és ennek köszönhetően Christian Eriksen az, aki büntet. 0-4. Itt látható egyébként az Eriksen gólja, Kovalenko az, aki adja a gólpaszt, tényleg teljesen kinyílt most már az ellenfél védelme. Eriksen gyakorlatilag könnyedén passzol a kapuba, ezt nem lehetett elrontani, 0-4, és a Bayern közben még egyet cserélt, lement Kimmich, érkezett Hummels. Egyébként megnézem, mert kíváncsi vagyok rá, elég érdekes felállásba lehet a Bayern. Hát igen, ez egy 4-4-2, furcsa egy összeállítás, na mindegy, nagyon gyöngén muzsikál az a csapat most. A mérkőzés végeredménye Bayern München, Tottenham Hotspur 0-4. Itt pedig már a statisztikák láthatóak, minden mutató szerint jobb volt a Tottenham, megérdemelt győzelem. Hát a Bayern München B tényleg botrányosan gyenge volt ezzel a csapattal, a Bayern lehet, hogy a kiesését is megírta saját magának, úgymond, vagy hát lehet, hogy saját magát ütötte ki a Bayern. 8 lövésünk volt, mind a 8 kaput talált.
Botrányosan gyenge volt ez a Bayern München, nézzétek meg. Hát ezt eltaktikázták a bajorok, túl gyenge volt a kezdő, a miénk viszont így berotálva is nagyon erős volt. Mindenkivel elégedett vagyok nagyjából, Harrison borzalmasan gyenge, szóval mindenképpen fogunk igazolni egy Bakambut. A két gólunkat Harry Kane lőtte, Eriksen lőtte egyet még ez mellé, illetve volt egy Wanyama találat is ugye szögletből, asszisztot osztott ki Lamela, Eriksen és Kovalenko is. A végeredmény tehát Bayern, Tottenham 0-4, jöhet az Atletico elleni csoportzáró mérkőzés. Atletico Madrid, Barcelona 2-2, Paris Saint-Germain, San Lorenzo. És hát uraim, a csoportkör második fordulójának elég érdekes eredményei születtek. Atletico Madrid, Barcelona 2-2, ez számunkra nagyon jó. Nagyon jó pozícióba várjuk majd tehát az utolsó meccset. Bayern Spurs 0-4, Paris Saint-Germain, San Lorenzo 1-0 és Whitecaps, Los Angeles Galaxy 3-1. Tehát jelenleg szerint a Tottenham csoport első és a másik csoport másodikával csapunk majd össze. Tehát jelenleg szerint az elődöntőben ott van a Tottenham és a Bayern, a túloldalon pedig a Párizs és a Whitecaps, és tehát jelenleg szerint a Whitecaps-szel fogunk megmérkőzni a legjobb négy között, a Bayern pedig majd a Párizzsal. Van még hátra mindkét csoportból egy mérkőzés, a Paris Saint-Germain már biztos továbbjutó, nagyon valószínűséggel biztos első helyezett is, nálunk pedig mi vagyunk erre a legnagyobb eséllyel, és hát gyakorlatilag akárhogy is számolok, majd, hogy nem mi is biztos továbbjutók vagyunk ezzel a négy ponttal, nagyon nehéz lenne innen kiesni, megpróbáljuk megverni az Atletikót is. És akkor uraim, én azt mondom, hogy az utolsó csoportmérkőzés az Atleti ellen állítsuk össze a kezdő csapatunkat. A kapuban egyébként, mivel kértőlem egy lehetőséget Whiteman kapus, de viszont megnéztem, hogy egy borzasztóan gyenge kapus. Ettől függetlenül arra az elhatározásra jutottam, hogy a 18 esztendős kapusnak meg fogom adni egyetlen egyszer az előszezon során a lehetőséget. Tehát 54-es kapusról beszélünk, nem várok tőle semmit. De nem, hát srácok, én nem merem megkockáztatni, mert a továbbjutásunkat ért, úgyhogy Gazzaniga sem fog játszani. Joris teszem be ezúttal a kapuba, majd az elődöntőben esetleg játszhat valaki, ugyanis akkor a Whitecaps-szel játszunk, hogyha minden igaz. Védelemben ezúttal Ori Rose, csak azért marad most ki, mivel kérte egy játék lehetőséget ismét tőlem Davis, neki ezt most megadom. Alderweireld és Vertonghen, na már most én Davison Sanchez-t becserélem a Dyer helyett, Dyerrel annyira nem voltam elégedett. Aztán újra átállunk erre a 4-1-2-1-2-re, mert ez vált verdig a legjobban, Kane és Son kezd ismét elő. Most Dele Alli lesz az irányító, a jobb oldalon beteszem a kezdőcsapatba. Vajon kicsodát? Legyen Sissoko is megkapja a lehetőséget, így nem mondhatja senki sem, hogy lehetőség nélkül távozna. Esetleg Harrisont leveszi a kispadról is, és akkor még néhány pozícióban azért változtatunk. Kovalenkót is egyszer bedobjuk a kezdőbe, egyszer élünk, Dembele helyett Kovalenko. Mahrez helyett igazából kezdhetne akár a Lamela. Még egyszer megkapja ő is az esélyt, Mahrez most padozik. És akkor egyelőre szerintem ennyi, menjünk neki ezzel a kezdővel az utolsó mérkőzésnek. Glory, glory, Tottenham Hotspur. És akkor Tottenham, Atletico Madrid, rövidesen. A mi hadrendünk a következő: Joris, Vertonghen, Alderweireld, Aurier, Davis, Kovalenko, Sissoko, Dele Alli, Lamela, Son és Harry Kane. A halálos duó, és most Dele Alli az, aki irányítani fog. Mindjárt látjuk a Tottenham az Atletico Madrid hadrendjét. Annyit kell tudni, hogy az Atletico Madridnal csak győzelem esetén van reális esélye a továbbjutásra, de hát úgyis nagyon kevés. Werner kapus a kapuban, életemben hallottam még róla. Rüsszielko a védelem jobb oldalán, aztán Savic, Lucas Hernández, Sergi, Parti, Moya, Moreno, Olave, Buolana és Obama. Gyakorlatilag ez egy C csapattal felálló Atletico Madrid. Az Atletico Madrid menedzsere szerintem Diego Simeone ugye ki erre a meccsre, hogy itt már gyakorlatilag édes mindegy mi lesz, ő már elkönyvelt, hogy kiesett az Atleti, erre hatalmas esély van. Úgyhogy meg kéne verni nagyon ezt az Atletikót, mi jóval erősebb kezdővel, biztos, ami biztos alapon állunk ki, úgyhogy glory, glory, Tottenham. Srácok, én őszinte leszek veletek, ennek a mérkőzésnek az első 15 percénél még a gyep növése is 33-szor izgalmasabb volt, gyakorlatilag tényleg esemény nélkül telt az első 15 perc, amikor megindulunk. Dele Alli, Son, aztán itt ugye megszerezik újból a labdát, Son az, aki lövéssel próbálkozik, és bizony le kellett érni az Atleti kapusán. 0-0 jön az első szöglet a meccsen. Hát nem tudom, mi lesz ez így, de ez eddig nagyon nulla mindkét csapat részéről. A 29. percre kellett várni, mire eljött a mérkőzés eddig legnagyobb helyzete. Musa Sissoko, Harry Kane és megint Son volt az, aki veszélyeztet, ezúttal a jobb kapufát csavarja telébe.
a dél-koreai játékos. Most már azért sorjáznak a tetenem helyzetek a meccsen, ezúttal Son, Kane és Dele Alli hozta ezt össze. Ali nem talált kaput, de igazából Ali volt az, aki indította ezt az egész támadást, itt egy lövőcsel tőle, aztán mutatja, hogy ő be fog indulni, bizony kéri a labdát, Kane-től meg is kapja, kevéssel téveszt az angol. Hát néhány perccel ezelőtt azt mondtam, hogy ez az egyik talán leggyengébb meccs, amit életemben játszottam a FIFA 18-ban, mert legunalmasabb. Hát fordul a kocka, tehát most már teljes sorjázik helyzetekkel. Kane, Ali, egy lövés, megpattan a védőn, szöglet lesz, nem volt nagy lehetőség, de úgy éreztem, ezt is meg kell mutassam. Újabb kettő Tottenham helyzet, először is Kovalenko, Alderweireld és Sissoko összehozzák a következő szögletet, ami után jön befele a labda, Son kocogott ki elvégezni, jön a fejes, melyet véd a kapus. És hát természetesen ott a gól, 42. perc, ezúttal sincs meccs Harry Kane gól nélkül. Vezetünk tehát a 42. percben, hozzáteszem teljesen megérdemelten, Kane és Son hozza össze a csapat vezető gólját. Ez egy nagyon-nagyon szép gól volt. Harry Kane pedig már negyedszer eredményes itt az előszezonon. Szerintem ő az előszezon legjobb játékosa. 1-0, 3-0 még nincs, de annyi is lehet simán. 42. perc, élet már nagyon vezet a tetenem. És az első félidő legvégén tényleg jöhetett volna a dráma, úgymond. Javi Moreno révén egy óriási helyzetet szalasztott el az Atletico, Ben Davis óriásit hibázik, ebben tényleg sokkal több volt, csak saját magát okolhatja a spanyol játékos, hogy ezt kihagyta. Akkor így ér véget az első félidő, Tottenham Hotspur Atletico Madrid 1-0, egyértelmű fölényben az angolok, de hát gyakorlatilag a két csapatot összesen lehet hasonlítani. Az Atletico Madrid C csapattal játszik. A többi pályán Barcelona, Bayern München 1-0, Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain 0-1 és San Lorenzo, Whitecaps 0-0, tehát jelenleg szerint a Barcelona az a csapat, ami második helyen tovább jut majd mögöttünk, és jelenleg szerint egy jó Barca PSG lesz majd az elődöntőben, míg mi úgy néz ki továbbra is a Whitecaps-et kapjuk, hát kíváncsian várjuk a második félidő eredményeit is majd, egyébként a statisztika is mutatja, egyértelműen miénk az irányítás. Glory, glory, Tottenham Hotspur, uraim, ez a háttérben, ez a szurkolás zene füleimnek, miközben labdát szerzünk és indíthatjuk is az ellentámadást. Dele Alli az, aki meglódulna. Hú, de érdekes, hogy becsúszó szerelés volt ez, de megvan a labda az Atletico-nak. Hát, ebből nem lesz semmi. Az Atleti azért harcol a böcsületéért, úgymond. És igen, mielőtt valaki trollkodna, direkt mondtam, hogy böcsületéért. Moya és Moreno az, akik elhagyták a pályát, érkezett a jó öreg Carrasco és Koke. Meglátjuk, hogy fel tudják-e pörgetni a középet, egyébként pont a matracosok kerültek az előbb helyzetbe. Ez volt szerintem a meccsen tőlük a másik legnagyobb helyzet, mivel két helyzetük volt össze-vissza. És akkor jó, nálunk is ugye történik jó néhány változtatás, a védelme érkezik például Sanchez Fertonga helyett, aztán Vaniam érkezik Kovalenko helyére. Dele Allit egyel előrébb toltam, és Son helyett jön majd Eriksen, Son egy kis pihenőt kap, Mahrez érkezik a bal szélre Lamela helyett, és hogyha jól számolok, akkor ennyi változtatás történik nálunk most. Srácok, sajnos Davis megint borzalmasan nagyot hibázott, és ez abba fog neki kerülni, hogy most fogom lecserélni, és beküldöm Danny Rose, még mielőtt kapunk egy gólt. Hát nagyon nagy mákunk volt, Carrasco már nyomta a biciklicsereket, aztán jött Vaniama, aki leszerelte, és cserélt kettőt egyébként az Atletico Madrid, mutatom is nektek, Griezmann és Diego Costa lépett egyéb iránt pályára, lement Obama, aki nem a Barack Obama, és Bulihana is az ő helyére, vagy Bulahia, életemben nem hallottam még róla, szerintem ti sem, na mindegy. És akkor mi még Rose-t beküldjük Davis helyére, és valószínűleg ennyi cserével zárjuk a meccset, így van, Davis, Rose, és akkor jöhet az utolsó 20 perc. Sergi helyett Filipe Luis, újabb csere az Atletico Madridnál, mi léptünk az előbb egyébként lesre, úgyhogy szabadrúgás kifele. A második félidő egyébként tényleg még az első és jóval inkább eseménytelenebb volt. Most fel tudok mutatni nektek egy Atletico Madrid helyzetet. Hát Aurier is rendesen lemaradt azért Carrascóról, aki küld egy lövést bal belsővel, kapus csemege Llorisnak. Ezúttal Mahrez lépett lesre, míg a túloldon Stefan Savic helyett Diego Godin is kap néhány percet. A 89. percben lezárhattuk volna a meccset, Eriksen, Kane, vissza Eriksennek, nagyon szép volt az akció, jön Dele Alli, aki a kapufát vágja telibe, sajnos Alinak nem jött össze a gól, marad az 1-0. Egy taktikai falt a 93. percben, bocsánat, a 92. ben, hát
Ezt tényleg föl kellett vállalni, ezt a taktikai fault. Egy taktikai fault volt részemről, Toby Alderweireld követte el a 92. percben, tényleg föl kellett ezt vállalni az eredmény érdekében. Dio Costának pörköltünk oda. Sárga lap. Itt a vége, Tottenham Hotspur Atletico Madrid 1-0, Harry Kane góljával a Tottenham csoport első. Erről van szó, uraim, megvan a csoport elsője. Kane, az előszezon eddigi legjobbja. Megérdemelt győzelem volt, az Atletico Madrid C csapattal játszott. Így gyakorlatilag semmi esélyük nem volt a diadalra. Uraim, itt pedig a végső statisztika látható, tényleg jobbak voltunk, mint az Atletico Madrid. Látszott, hogy Diego Simeoneék már elengedték az előszezont, az utolsó meccsre így, ezért állítottak így föl ezt a csapatot. A végére azért följött néhány nagy ágyú, de nem igazán tudták már megváltoztatni a meccs képét. A Tottenham 1-0-ra legyőzi, tehát az Atletico Madridot, Kane lőtte a győztes gólt és Son adta a gólpasszt. Nagyon érzi ez a két játékos elől egymást. Dele Alli és Eriksen is nagyon jól játszottak, nem tudom, hogy fogom megtalálni mindkettőnek egyszerre majd a helyet a kezdőben, ugyanis Eriksen a szélen annyira nem remekelt, Dele Alli pedig alapból nem tud szélsőt játszani, szóval ez egy tényleg nagy kérdés lesz. Joris jól végezte a dolgát a védelemmel, elégedett voltam, kivétel a két szél, azért Orie és Davis nagyokat hibázott, de pláne Davis, meglátjuk, egy meccsünk mi biztosan lesz az előszezonból, ha minden igaz, a Whitecaps ellen jövünk. Kapunk is 3,1 millió torna bónuszként, megérdemelten, és érkezett egy kölcsönajánlat, amire rögtön reagálnunk, és Ben Davis megköszönje a lehetőséget, hát Davis legközelebb egy picit jobban tedd oda magadat. Ezt a kölcsönajánlatot pedig egyébként Carter Vickersért el fogom fogadni, kölcsönbe megy a Mansfield Townhoz az ifjú játékos. És immáron hivatalos az elődöntőben Tottenham Whitecaps, és mivel a Barcelona megverte 1-0-ra a Bayern-t, így ők lettek ugye a másikak, így Paris Saint-Germain, Barcelona az elődöntőben, úgyhogy mindenféleképpen célunk lesz a döntőbe jutás, az amerikai csapatot azt gondolom, hogy meg tudjuk verni, és a PSG Barca között látunk majd egy jó kis rangadót így a nyáron, jó kis meccsek lesznek. A csoport küzdelem végül így zárult, 7 ponttal elsők lettünk, 7 lőtt és 2 góllal, és két kapott góllal, én nagyon elégedett vagyok a csapattal, második a Barcelona 5 ponttal, harmadik lett ugye a Bayern 3 ponttal, és tök utolsó az Atletico Madrid mindösszesen 1 ponttal. A tulajdon a Paris Saint-Germain hengerelt, igaz csak 5 gólt lőtt 3 meccsen, de egyet sem kapott, így a 3 egyébként jóval szerényebb képességű gárdát nagyon simán legyőzi, 9 ponttal első helyen végez, második lett a Whitecaps 4 ponttal, ugye velük mérkőzünk majd meg, egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség a mérlegük. Harmadik lett ugye a pápa csapata, úgy is szokták mondani, a San Lorenzo, ugyanis a pápának ő a kedvenc csapata, és a Los Angeles Galaxy az egyik házigazda, sőt, hát gyakorlatilag a házigazda, mert az ő stadionjukban rendezik ezt a tornát, tök utolsó egy ponttal. Jól van, uraim, akkor nézzük még a rész végére az átélési időszak folytatását. Míg eközben mutatok nektek néhány újabb igazolást, Bittencourt a Huddersfieldbe igazolt, Otavio pedig az Interbe, és mint láthatjátok, Jonas Knudsent leigazolta a West Brom, és akkor még mutatom nektek, egyébként De Rossi, ez meglepetés, a klublegenda De Rossi átment a Schalkébe a Rómából, Rosales pedig Malagából Mainzba igazol, és a gólövő listát akarta megmutatni, per pillanat, így állunk, Kane az első négyjel, szóval ez második kettővel, Cavani-nak is kettő van, és hát így állunk most, gólpasszok ugye Alcácer az élen 3-mal, Sonnak, Lamelának, Eriksennek és Kane-nek van a mi csapatunkban, valamint Kovalenkónak a gólpassza, és most már ott van egy-egy kapusunk, Form és Joris is egy-egy kapott gól nélkül meccsen, itt ugye a sárga lapok, van aki kettőt is kapott, és Hurtado az, akit egyszer ki is állítottak már, és akkor térnénk az átigazolásokat. Kieran Trippierért érkezett a Fenerbahce-től átigazolási ajánlat, közel 17 milliót ajánlottak fel, ami egyébként egy nagyon jó kis pénz lenne, de Trippiert nem fogjuk eladni, ő lesz majd a jobb oldalon Orié alternatívája, úgyhogy ezt elutasítjuk mindenféleképpen. Eközben pedig hivatalos, hogy ugye Cameron Cartert kölcsönbe tudtuk adni, hivatalosan is elment, és egy kölcsönajánlat érkezett Harry Winksért is. Ezt az üzletet el fogjuk fogadni, Winks elmegy az Aston Villába, az előszezon során sem tudott sajnos játszani, elfogadjuk, hadd fejlődjön, ha arról van szó, akkor a szezon folyamán majd vissza is hívjuk Harry Winkset. És egy nagy igazolás, a Barcelona Dries Mertens le tudta igazolni, ez tényleg egy óriási húzás, viszont Ivan Rakiticot elengedték a Chelsea-be 60 millióért, 60,4 millióért, Mertens pedig 87 millió euróért a Barcelona játékosa.
Azért most már dobálóznak a pénzekkel, a West Ham 49,4 millióért igazolta le ugye Jonathan Taht, ez is egy óriási igazolás. Jól van, zajlik az élet, látom. A Dortmund pedig Edin Dzekót vette meg, tényleg jó kis igazolások történnek. Most mi pedig megpróbáljuk akkor Bakambut még egyszer leigazolni. Ugye első blikre 20 millió eurós ajánlatommal kiröhögtek, így most megpróbálok nagyjából egy 35 millió eurót ajánlani a Villarealnak. Hát azért ez úgy gondolom már egy reális ajánlat lenne Bakambu játékjogáért szemben, vagy játékjogáért. A 40 millió az, amire még azt mondanám, hogy meg tudnánk fizetni a srácért. Kíváncsi vagyok, hogy ehhez mit szól a Villareal menedzsere. 44,4 milliót szeretnének. Én ezt le fogom kontrázni, illetve 10%-ot szeretnének, hogyha jövőben továbbadnánk ugye Bakambun. Ezt nem fogjuk elfogadni, megkontrázzuk, és 40 millió euró lenne az az összeg, amit hajlandó lennék fizetni, hát ennyit is tudunk gyakorlatilag, és nem adunk sell-on clause-t, tehát hogyha továbbadnánk, abból nem kapnátok pénzt. 40 millió euró, szerintem egy teljesen korrekt ajánlat Bakambuért. Nagyon-nagyon örülnék az ő érkezésének, tényleg higgyétek el nekem, ez a srác egy bestia, 42,5-öt akarnak, ennyim nincs, de 40,5-öt meg tudnék érte még adni. Komolyan mondom, hihetetlen, hogy milyen kis apró pénzeken megy még itt a vita, 40,5-öt már csak elfogadja. Erről van szó, uraim, elfogadta 40,5 millió eurót a Villarreal menedzsere, úgyhogy már csak Bakambuval kell személyesen megegyeznünk a feltételekről. Már itt is vagyunk, és érkezik Bakambu, valamint az ügynöke. Szerintem Bakambunak ez egy nagy előrelépés lenne egy Premier League top csapatba igazolni, szóval kezdjük is a tárgyalásokat. Először a klubbéli szerepéről lenne szó Bakambunak. Ők fontos kezdőjátékos szeretnének, ezt nem tudom biztosra megígérni, úgyhogy maradjunk egy rotációs szerepnél. Erre valóban kíváncsi vagyok, hogy mit lépnének. Importantet szeretnének mindenféleképpen, hát akkor el kell fogadnunk. Igyekszem majd Bakambul megadni a lehetőséget, de Son és Kane is nagyon jól játszanak, de valahogy majd megtaláljuk Bakambunak a helyet, nagyon vigyorog a srác. 5 éves szerződést szeretnének, ezt nem adnám meg, viszont egy 4 éves kontraktusra fejemet adnám. Rábólintanék. Jól van, Bakambu elfogadja a 4 évet. Szeretnének arról tárgyalni, hogy legyenek kivásárlási záradék ugye a szerződésében. Elfogadjuk, mi sem szeretnénk kivásárlási árat Bakambunak, ők sem akartak, és akkor már csak tényleg a pénzben kéne megegyeznünk. Hát nem tudunk semmit jelen pillanatbeli fizetéséről, úgyhogy kínálunk mondjuk egy 70 ezer eurót hetente, szerintem az egy reális összeg, illetve még így aláírási bónuszként tudnék garantálni 300 ezer eurót is. Kíváncsi, hogy ehhez mit szólnak, különböző bónuszokról majd még beszélhetünk a jövőben egyébként. Kíváncsi, hát szerintem ez tényleg egy korrekt ajánlat lenne. Azért 70 ezer euró hetente nagyon jó kis pénz. Ők 61 ezeret elfogadnám, viszont akkor 810 ezer aláírási bónuszt akarnak, és 5 gól után 460 ezer eurós bónuszt. Ez sem egyébként egy teljesíthetetlen dolog. 61 ezer, hát azt megadom akkor, viszont ennyi aláírási bónuszt most egyszer nem tudok adni, szóval legyen ez mondjuk 500 ezer. Már tudom, mennyi pénzünk van? Nincsen ennyi mi. Transfer budget. Fú, hát akkor adunk 500 ezeret. Na jó, legyen 600 ezer, és akkor azt a gólbónuszt azt meg tudom nekik adni, meg tudom nekik ígérni, úgymond. Viszont akkor tényleg kell majd bőven pénz a csapatnak, ugyanis kezdünk kifogyni. Erre vajon mit szólnának? 810-et akarna mindenféleképpen. Akkor megpróbálkozunk 700 ezerrel, mert azért tényleg nagy pénz ám ez, aláírási bónuszként. 700 ezerre, ez mit szólnak? 810, jó, legyen. Ha ennyire ragaszkodnak hozzá, akkor megadjuk. És akkor, uraim, ez lenne hivatalos Cedric Bakambu, a Tottenham Hotspur játékosa. És Bakambu a 9-es messzámot kapta már most, 82-es, ugye az Ultimate Teamben csak 81-es, szóval tényleg egy bestiáról beszélünk az ő személyében. És akkor eljött az idő a Whitecaps elleni mérkőzésre, melyre a következő részben fog ugye sor kerülni. Hát Bakambut valahogy mindenképpen beépítem majd ebbe a csapatba. Közben ugye láthatjuk, hogy a Chelsea megvette Rakiticet, most mi is igazoltunk egy 40,5 milliós játékos Dzeko Dortmund-ban, azért nagy pénzek folynak itt, mint látható.
Jól van. Innen folytatjuk, uraim, a következő részben. Remélem tetszett az epizód. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Attól függ, hogy a következő mérkőzésben, vagy a következő részben két meccset láttok, hogy sikerül legyőzni a Whitecaps-et. Hogyha igen, akkor lesz még egy finálink a PSG vagy a Barca ellen. És akkor az következő részben ugye mindenképpen befejezzük az előszezon, aztán jön majd a Premier League kezdete. Jól van, srácok. Remélem, hogy tetszett a rész. Tényleg még egyszer mondom, hogyha igen, akkor egy like, és ne felejtsetek el feliratkozni sem. És hát jelen pillanatban aláírom, nem tudom tökéletes minőségben csinálni ezt a karriermódot, a jelenlegi gépem ennyit enged, de hamarosan meg lesz a RAM bővítés, még február hónapban, onnantól kezdve ígérem, sokkal minőségibb epizódok jönnek majd. Imiszkó most búcsúzik, legyetek jók, sziasztok!